Ugye emlékeztek arra a videómra, amiben arról beszéltem, hogy milyen szerencsétlen vagyok. Nos, hát az előbb lejtettem a tévét, és lett egy szép kis bibi a lábamon. Sziasztok! Képzeljétek, azt találtam ki, hogy elkezdek én is valami napi vlog-szerűséget, de az, hogy napi vlog, az nem igazán pontos, ugyanis nem olyan lesz, mint az átlagos napi vlogosok, hogy minden nap videóznak és minden nap fel is töltik, vagy minden másnap feltöltik az előző napit, hanem én ezt úgy terveztem, hogy csak néhány napot veszek fel a hetemből, és azt egy videóba fűzöm, és azt majd valamikor a hétvége fele fogom feltölteni. Szóval valahol átmenet a napi vlog és a heti vlog között, úgyhogy mondhatjuk, hogy mondjuk 3 napi vlog, vagy fél heti vlog, szóval érdekes lesz. Na, ezt azért szeretném egyébként elkezdeni, mert nekem személy szerint hiányoznak azok a videók a csatornámról, amik ilyen kis egyszerűbbek, és nem mindig valamilyen tematikus vlog, vagy hogy elmegyek valahova megmutatni valamit nektek, vagy alkotok valamit, festek, bármi ilyesmi, hanem csak úgy bekapcsolom a kamerát, és beszélek, vagy megmutatok valami teljesen hétköznapi dolgot az életemből. Éppen állatorvoshoz megyünk, és ennek azért örülök annyira, mert nagyon remélem, hogy végre kiderül, hogy tudunk-e segíteni Lunának az allergiáján. Nagyon jó lenne, ha tudnánk, mert tökre sajnálom szegényt, ahogy vakarózik, meg minden. És ő még nem tudja, hogy hova megyünk. Luna! Érdekes állapotban fogjátok látni a másik szobát, ugyanis totál kupi van, mert már napok óta semmi más nem csináltam szinte, csak alkottam. És azt kell tudni rólam, hogy amikor alkotok, akkor 2 nap között nem szoktam elpakolni, mert utálom, mikor azzal telik az idő, hogy pakolom ki a szekrényből a hozzávalókat, és csak pakolok és pakolok, és általában, amikor végzek ilyen hajnali 4 és 5 között valamikor, akkor mindig az szokott lenni, hogy hullafáradt vagyok, és már nincs kedvem elpakolni, szóval mindent ott hagyok elől, ahol éppen voltak a cuccok, és akkor másnap reggelig az úgy szépen ott van, másnap reggel pedig, vagy másnap délután pedig nekikezdek újra a félbehagyott feladatnak. Szóval igen, most több ilyen kreatívkodós dolog félbe maradt oda át, úgyhogy minden totál kupis, minden a földön van, a macska is lever mindent az asztalról, szóval igen, nézzük is meg. Na tehát, lássuk a káoszt. Szóval ott kezdődik, hogy a plédek le vannak verve a földre, ebben mindenki közrejátszott egy kicsit. Maci is, Luna is, én is, Miki is, általában váltogatjuk most a takarókat, van, amikor fázok egy vékony pléddel, valamikor meg túl sok a vastag takaró, és akkor itt papírmaséztam, és ezen csináltam, hogy ne kenjek össze semmit, de amit láthatjátok, ott van egy rakás papírfecni, meg üdítős bigyó. Itt vannak a szarvak, amiket csináltam papírmaséból, de ez még rohadtul nincsen kész, majd még lesz benne jó pár munkaóra. Itt modell gyurmáztam, úgyhogy itt vannak a romok. A földön olyan dolgok vannak, amiket a macska levert, ezt is majd össze fogom pakolni. Egyébként nem mindig szokott ekkora kupi lenni, de most tényleg nagyon belehúztam az alkotásba. Aztán itt random körömlakkok vannak széthagyva, és ecsetek, ugyanis a sárkány szemfestős videómban láthattátok, hogy körömlakkal festettem őket. Na, és van itt néhány dolog, ami eBay-ről érkezett, és meg is mutatom nektek ezt a legyezőt, nekem nagyon tetszik. Na, mindjárt. Így néz ki. Meg vannak itt ilyen cuki pomponok, csak olyan hülyén néznek ki, mert teljesen összenyomódtak a útközbe, a csomagolásba. De majd kezdünk velük valamit. Na, de szerintem kezdjük el valahol ezt a szoba átrendezést. Illetve nem is ezzel fogunk kezdeni. Megmondom, mivel kezdünk. Gyertek!
Ja, egyébként Miki is alkot, csak ő legózik, úgyhogy ez a kopi pedig hozzátartozik. Na, de a tervem az, hogy ezt a polcot is fel fogom fúrni. Igen, én, akinek még nem túl sokszor volt fúró a kezébe, úgyhogy szurkoljatok! Egyébként ilyen színű volt az egész polc, de az éleit lefestettem fekete akrilfestékkel, a felületét pedig bevontam ezzel a mintás öntapadós tapétával, úgyhogy szerintem tök jól fog kinézni. Na jó, nem azt mondom, hogy elbuktam, de szerintem ezt inkább rábízom a férfi emberre, úgyhogy körülbelül fél év múlva ez a szekrény fent is lesz. Na hát akkor irány a szobátrendezés. Jéj! Ugye emlékeztek arra a videómra, amiben arról beszéltem, hogy milyen szerencsétlen vagyok. Nos, hát az előbb lejtettem a tévét, és lett egy szép kis bibi a lábamon. Van a mester, és felrakja a szekrényt! Rácéloztam. Na, nagyjából kész a szoba, de ezt a szekrényt még arrébb kell tenni, csak előtte muszáj kipakolnom belőle, mert így nem megy arrébb. Aztán ott van fönt a kis polcoska, amire felfűztem az égősort, úgyhogy tök jól néz ki. Még arra is majd szeretnék pakolni, illetve azt a rajta lévő képet is majd fel kell tenni valahova. Szóval még elég sok pakolás áll előttem, de nagyjából itt tartunk, és nekem eddig tetszik, illetve majd valahol ott lesz ez a szép farkasos képem. Most viszont ilyen jó kis kupis háttérrel meg unboxingolom ezt a csomagot. Nem tudom, mennyi látszik, szerintem nem sok minden. Na mindegy. Ez ma érkezett, és egy külső merev lemez van benne. 1 terabájtos, és már régóta szerettem volna egy ilyet, csak karácsonyra más ajándékot kértem végül is. Úgyhogy most születésnapomra előre megkapom ezt. Úgyhogy tökre örülök neki, és akkor bontsuk ki. Egészen kicsi, én azt hittem, hogy ennél nagyobb lesz, de nem baj, legalább kevesebb helyet foglal. Azért is örülök neki, mert már állandóan sakkoznom kellett a kis dolgaimmal a gépemen, hogy elférjenek rendesen a videóim, meg a képek, meg a játékok, szóval minden egyéb, már kevés helyünk van, úgyhogy ez most ki fog menteni ebből a problémából.
És szerintem azzal fogom majd kezdeni, hogyha lesz rá időm, hogy felmásolok erre mindent a gépemről. A gépemről még mindent le fogok törölni, és újra fogom particionálni, mert nem tetszik, ahogy megcsináltam. Úgyhogy teljes újrarendeződés lesz. Hú, még kisebb, csak a csomagolása nagy. Oh. Most komolyan orrom vertem magam bele. Aha, ez valami speckó kábel hozzá. Hát jó, akkor erre szükségünk lesz. Azt hittem, hogy sima USB kábeles, de akkor ezek szerint nem. És itt is van Seagate, 1 terabyte, király. Na, már csütörtök van, és a szoba még mindig eléggé kupis, úgyhogy annyira nem mutatom körbe, ha bár ilyen nagy látószöggel biztos, hogy láttok mindent. Az a lényeg, hogy bevált, hogy most így átrendeztem a szobát. Cicának tetszik, Luna is aludt már itt, Miki azt mondta, hogy neki mindegy, vagy valami ilyesmi. Én meg tegnap nem aludtam semennyit, mert lefeküdtem nagyon-nagyon korán magamhoz képest, tehát általában olyan 4:45 körül szoktam lefeküdni, 4:45-kor reggel, és most pedig olyan este 9-10 körül már ágyba voltam, de ment a tévé, még úgy tévézgettem, pedig amúgy nem szoktam, és akkor végül is valahogy elaludtam a tévén, de nem sokkal később meg arra ébredtem, hogy valakik sikítoznak. Pont egy South Park rész ment, és valami fejtetvek sikítoztak benne, de valami veszett módon, és erre ébredtem fel. Annyira felcsesztem az agyamat azon, hogy azok ott sikítoznak, és hogy miért megy a tévé, nagy nehezen elalszok, és akkor felébredek ilyen hülyeségre. Szóval eléggé ideg állapotba kerültem, és már nem tudtam aludni. Úgyhogy nagyjából forgolódással töltöttem az estét olyan reggel 6-ig, és azóta fent vagyok, úgyhogy most kávén és energiaitalon létezem, de hát ez ilyenkor így szokott lenni. Még szerettem volna arról is beszélni, hogy ugye mi volt az állatorvosnál. Nem igazán vizsgálták meg Lunát, nem volt semmi extra, nem volt ilyen fizikális vizsgálat, csak beszélgettünk az állatorvossal. Elmondta a lehetőségeket, hogy milyen allergiagyógyszerek vannak, és akkor megállapodtunk, hogy ataraxilt, vagy ataraxot fog kapni. Oké, tök jó, tudjuk, hogy az ataraxot csak vényre adják ki, és adott is egy papírt az orvos, és mentünk oda gyógyszerészhez, hogy akkor olyan gyógyszert kérünk, és mondta, hogy hát ezt nem adhatja ki vény nélkül, úgyhogy felhívta az állatorvost, és kijött oda gyorsan, és mondta, hogy ja, hát nem ataraxra gondolt, hanem egy másik gyógyszerre gondolt, ami majdnem ugyanolyan, mint az atarax, csak kutyáknak van kifejlesztve. Akkor kiváltottuk ezt a gyógyszert, a pasas egy nagy dobozból kivett egy levéllel, a levélben 10 darab gyógyszer volt, és ez a gyógyszer 5 napig tart ki a kutyának, és 8000 forint. Szóval igen, hát ezt nem igazán fogjuk tudni így finanszírozni így Lunának. Most azon vagyunk, majd hogyha elfogy ez az 5 napi gyógyszer, hogy keressünk valami más megoldást, akár emberi gyógyszert, mert ugye azt is lehet kutyának adni, csak nem válik be feltétlenül olyan jól, mint az embereknek. De hát ez a 8000 forint 5 naponként, ez olyan brutális, és ezt nem csak 5 napig kell szednie, hanem tavasztól egészen őszig minden nap. És tudjátok, hogy nagyon szeretjük Lunát, tényleg én imádom, szeretem, de hát ennyi pénzt egyszerűen nem tudunk arra áldozni, hogy a kutya ne vakarózzon. És hát inkább akkor emberi gyógyszerekkel próbálkozunk, amik kb. Töredékébe fognak kerülni. Most viszont át fogok menni a pólusba, és vásárolni fogok, legalábbis remélem. Sziasztok! Most már szombat van, és nem sokára indulunk az Ázsia Centerbe. Ugyanis anyósomnak holnap lesz a névnapja, és szeretnénk venni valami kis apróságot a virág mellé, meg a süti mellé. Úgyhogy most ez fog következni. Igazság szerint már tegnap el akartam menni, csak össze is készültem meg minden, de utolsó pillanatban beütött a fóbia, úgyhogy nem tudtam egyedül elindulni, Miki pedig fáradt volt, és nem akart velem eljönni.
Meg eredetileg, amikor csütörtökön mondtam, hogy megyek vásárolni, akkor is már ezt akartam elintézni, csak nem találtam semmi olyan dolgot, amit meg tudtam volna venni, így ajándékként. De voltam a H&M-ben, és találtam magamnak szerencsére melltartót, illetve egy ruhát, meg volt egy szoknya is, ami baromira tetszett, de végül is nem vettem meg, mert úgyhogy megvettem volna a melltartót, meg a ruhát, meg még a szoknyát is, az egy kicsit sok lett volna, úgyhogy ott hagytam a szoknyát, és azóta is vérzik érte a szívem, pedig csak 3000 forint volt, de hát értitek, a többivel együtt már így is elég sokra jött volna ki. Na és egy gyors outfit of the day-t össze szeretnék dobni, de semmi komoly, csak mutatom, hogy mi van rajtam. Habár hét elején is ezt a fűzőt viseltem, de rájöttem, hogy egészen eddig, mióta megvan, nem volt túl sokszor rajtam, úgyhogy most próbálom többet hordani, mert télen nem is nagyon szoktam ilyen ruhákat hordani, mert hát ugye egy fűzőnek nincsen ujja, és akkor fázok benne, úgyhogy ki kell használni a nyarat. Szóval ez a szép fűzőm van rajtam, meg ez a szoknya, és platform szandál. Na most csak így tudom megmutatni magam, mert nem akarom letenni a kamerát, mert mindjárt indulunk. Na, végül is megérkeztünk, és sikerült is megvennünk, amiket szerettünk volna, úgy nagyjából, félig meddig, többnyire. És ezeket a virágokat fogom adni. És ennek a feldíszítéséhez vettünk dolgokat, mégpedig vettünk ilyen cuki kis díszköveket, és ezen kívül vettünk még ilyen kis figurákat is, amit majd valahogy megpróbálok elhelyezni ezen a kis összeállításon. De főleg ezeket kerestem én is a pólusba, de ott nem volt, és most egy kis ajándékboltba megtaláltuk ezeket. Úgyhogy tök jó. Remélem, hogy jól fog kinézni, és hát ez lesz az ajándék. Szia, Luni! Szia! 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 Ez nem Juti Fali. Hello! Búcsúzom erre a hétre. Remélem, hogy tetszett ez a heti vlog per napi vlog formátum. Még nem tudom, hogy mi akar ez lenni, és hogy folytatni fogom el, de egyelőre ezen a héten tetszett ez a megoldás. Nem tudom, hogy mikor lesz ilyen következő, de remélem, hogy jövő héten is még meg lesz ez a lendület, és folytatni fogom, de majd meglátjuk. Na hát írjátok meg kommentben, hogy tetszette, és köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!